Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Brain Bart, az emberiség legégetőbb kérdéseivel foglalkozó fesztivált. A legnagyobb név kétség kívül Jordan B. Peterson lesz, de Böszörmény Nagy Gergely, a Brain Bart alapítója van velünk ma itt este. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Hogyan tematizáljátok ezt a fesztivált? Lesz robot ember szerelem, harmadik világháború, és még sorolhatnám, klímaváltozás, az mindig terítéken van. Igen, ez egy jövő fesztivál, mindenről beszélünk, amiről a jövő csak szólhat. A gasztronómia, az életmód, a sport, a technológia, a kultúra, a háborúk jövője, minden egy helyen, egy időben. És hogyha valaki eltölt pár órát a Brain Bar-on, akkor ezen a pár órán belül is nagyon-nagyon színes, nincsen szekciókba szervezve a fesztivál, hanem egy helyszínen egymást látják a különbözőbbnél különbözőbb témák. Ezáltal egy kicsit talán inspirálóbb, komfortzónából jobban kimozgatja az embereket, mint mondjuk egy konferencia. Itt az interaktivitás az tényleg értelmet nyert, ez most a nagyon elcsépelt és sokat használt fogalom szó lett, hogy interaktív ez a fesztivál, de tényleg az. Mesélj légy szíves egy picit arról, hogy ti hogyan mozgatjátok meg a résztvevőket, a közönséget. Inkább egy talk show-t kell elképzelni, egy olyan talk show-t, ahol a résztvevők, a közönség is felmehet a színpadra, elmondhatja a véleményét, vitatkozhat akár egy világsztárral is, beleköthet, elmondhatja, hogy szerintem miért nem úgy van, vagy akár felteheti nagyon közvetlen formában a kérdését. Saját formátumaink vannak, amiket kifejezetten erre a fesztiválra fejlesztettünk, és amik egyébként nem csak élőben nagyon izgalmasak, de hogyha valaki YouTube-on követi az eseményeket, vagy utólag nézi vissza, akkor is inkább egy tévéműsornak, egy talkshownak tűnik, mint egy konferenciának. Itt van Jordan B. Peterson, akit említettem az elején. Nagyon sokan, milliók követik a YouTube csatornáján az előadásait. Megjelent ez a bizonyos 12 tanács az élethez, hogy elkerüld a káosz című könyve, ami óriási bestseller lett. Most ezt hosszan nem taglalnánk, de egy igazi világsztárról, napjaink egyik nagy gondolkodójáról van szó. Az ő előadása például miért lesz más, vagy miben lesz más, mint hogyha most rákattintanánk a YouTube-ra és megnéznénk egy előadását? Na ezt nem fogom előre elmondani. Ja, ez a titok. Fölvezettem. 30-án este a Bazilika előtt egy nagyszabású esemény lesz az övé. Az ő fellépése is a sajátos formátumban fog zajlani. Annyit elárulhatok, hogy ő egy pszichológus professzor, és mivel egy világsztár lett, könyveket ír, és folyamatosan előadásokat tart, az a gyanunk, hogy ő nagyon régen szánt időt arra, hogy az utca emberével, a rendelőjében találkozzon, és kvázi paciensekkel foglalkozzon. Na itt most Budapesten újra fogja nyitni a pszichológusi praxisát, és el lehet majd menni hozzá egy egyperces terápiára, sokszor egy perc lesz, különböző emberek kérhetik majd a tanácsát az élethez, úgyhogy szerintem ilyet még soha nem csinált, nagyon izgalmas lesz. Akkor mégis valamit elárultál ebből ezt. Valamit igen, de nem mindent. Igen, de tehát Petersonnál azért nem ér véget a nagy nevek listája. Te ki az személy szerint, akit a legjobban vársz? Itt lesz például az a tudós, aki a Jurassic Parkot inspirálta. Ő egy olyan őslénykutató, aki azon dolgozik, hogy lehet újraéleszteni a dinoszauruszokat. Azért hívtuk meg, hogy beszéljen arról, hogy nem-e veszélyes az, hogyha az ember Istent próbál játszani, mint ahogy az a filmben is történt. Aztán itt lesz többek között egy olyan Top Gun pilóta, aki az amerikai hadsereg elit pilótáit képzi ki. Ő arról fog beszélni, hogy milyen lesz a jövő katonája, és milyenek lesznek a jövő háborúi. De itt lesz a világ legjobb éttermének, a Noma étteremnek a kreatív főnök, és aki pedig arról beszél, hogy mit fogunk enni 2030-ban. Én arra gondolnék, hogy tehát itt már csak egy nevet becserkészni és leegyeztetni, és ott a menedzsmentjével, mert hát gondolom nagyon sok esetben azért nem első körben nem szerencsésen beszéltek, az már évekbe telik, és mégis itt azért felsoroltál 3-4 olyan nevet, amire emberpróbáló lehet, hogy minden évben ezt összerakjátok, ezt a programot. Ha látnád, hogy szegény kollégáim milyen állapotban vannak most így egy héttel az esemény előtt, akkor megértened, hogy mi a technológiája ennek, de valóban szerénytelenség nélkül azt tudom mondani, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, mert iszonyatos meló van ebben a fesztiválban. Sokan nem tudják ezt, de ugyanolyan nehéz becserkészni egy nagy nevet, mint egy nagy zenekart, mondjuk egy zenei fesztiválra. Egyébként sokszor még az árak se különböznek olyan nagyon, csak itt egy intellektuális erőért, eredeti gondolatokért és inspirációs teljesítményért fizetünk, nem pedig számokért vagy egy DJ-szettér, ez a különbség. De egyébként a két iparág nagyon-nagyon hasonló. De egyébként valakinek meg nem is kell fizetnie, hogyha a rendezvényt nézem, mert a diákoknak és a tanároknak ingyenes. Mi a koncepció, hol vannak a helyszínek, mert azért nem minden a Corvinus Egyetemen fog történni. Nekünk alapvető társadalmi felelősségvállalásunk az, hogy diákoknak és pedagógusoknak ingyen legyen az esemény, a többieknek jegyet kell vásárolni. A Corvinus Egyetem kampuszán van a fesztivál, az azt jelenti, hogy a régi épületét az egyetemnek teljesen újraálmodjuk, újraépítjük.
erre a néhány napra belül rá se lehet ismerni, és kint előtt a Dunaparton végig szabadtéri helyszínek, színpadok, foodtruckok, különböző fesztiválos aktivitások lesznek, de Peterson professzornak az előadása egyébként a Bazilika előtt lesz majd, kivételesen a várható nagy érdeklődésre tekintettel azt elvittük egy még nagyobb helyszínre. Szóval a Brain Bar is már kinőtte annyira magát, mint egy óriási fesztivál, ahol az embernek el kell döntenie, hogy melyik színpadhoz megy, kit hallgat meg, mert az egészet nem tudja befogadni, vagy azért lehet kapni egy ilyen teljesebb körképet az egészről. Választani kell, mert párhuzamosan futnak a színpadokon a legkülönbözőbb programok, de természetesen odafigyelünk arra, hogy olyanok ne üssék egymást, amik általában ugyanazokat az embereket érdeklik, szóval szerintem jól lehet szörfözni a színpadok és a helyszínek között. Mikor lesz pontosan, Gerő? Jövő csütörtökön, 30-án és 31-én lesz Budapesten a fesztivál. Na hát akkor irány a Brain Bar. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.